Sziasztok, Zsófi vagyok, és már itt is az új Dynamic Pilates videó. Ha már a múltkor megdolgoztattuk a törzsizomzatát a hardcore Dynamic Pilates videóval, akkor most jöjjenek a karok, a szexi karok Dynamic Pilates. Hogy mitől szexi is egy női kar? Hát egy ilyen csapott vállon, meg az integető izmokon annyira sok csábító szerintem nincsen, bár egészen biztos, hogy valaki ezt is tudja nagyon vadítóan szexin viselni, de azért általánosságban elmondhatjuk, hogy egy kicsit gömbölyű váll, hozzá arányos bicepszel, tricepszel, az azért jól mutat egy szép női alakon is, de meg hát amúgy is, ha már az arányoknál tartunk, a szép gömbölyű vállak jól tudják kompenzálni, ha egy picit valakinek nagyobb a feneke, ettől a gyönyörű nőies homokóra alak az jobban kiformálódik. Ráadásul az izmos karokkal még férfira sincs szükségünk, amikor a befőttet ki kell nyitni. Úgyhogy csapjunk bele, kezdjük el a szexi karok edzést. Lássunk akkor hozzá, gyorsan nézzük meg, hogy milyen gyakorlatok is lesznek. Fekvő támaszban kezdünk, ha már a karjainkra dolgozunk rá. Méghozzá nem női, hanem rendes fekvő támasz és rendes karhajlítás. Na jó, ha ez nem megy, akkor tedd le a térded inkább, mint hogy rosszul csináld. Jó, a lényeg, hogy nem lógatjuk ide a hasunkat, mert bele sajdul a derekad. Nem is tolod oda föl. Sarkattól a fejed búbjáig vagy egy egyenes vonal, és onnan hajlítod, nyújtod, vagy lent van a térded, de akkor is egybe mozog az egész tested. Ha megvan egy, elfordulunk az egyik irányba, emeljük a karunkat, előtted egy fal van, mögötted szintén teljesen egyenes, vagy csípőre is tehetjük a kezünket, és leengedjük a fenekünket, és föl. A felül lévő lábad van elől, és innen visszajövünk. A következő feladathoz lefekszünk oldalra, és az alul lévő kezeddel megfogod a bordáidat, a felül lévőt pedig a könyököd és a vállad közé teszed le. Egy picit van hajlítva a láb, tehát nem derékszögben, úgy 45 fokban, és akkor innen tolod magadat föl, nyújtod a karodat, és teszed le. Jó, nem fordulunk el ide, egy nagyon picit fogsz fordulni, de ne nagyon forogj, jó? Tehát a biceps, triceps váll dolgozik, és természetesen az erőközpont. A következő gyakorlat összetett lesz, szerencsére viszont nem csinálunk majd belőle sokat. Most, hogy így négykézláb vagyok, fordítva kezdjük, tehát megfordulunk. Kinyújtod a lábadat, és megint saroktól a fejed búbjáig vagy egy egyenes vonal, tehát a boka, a szeméremcsont, szegcsont egy vonalban van. Innen emeled az egyik lábad, csípő, vagyis a medence nem billeg sehova. Megtartod, és hátrafele hajlítod a könyököd. Tehát nem leengeded a feneked, mert az egy másféle gyakorlat. Tehát a könyöködet hajlítsd, hogy a tricepszed dolgozzon, tehát ha egy picit mozdul, az se baj, hogyha csak kicsit megy, de ezt hajlítsd, más nem mozdul. És innen, mikor följöttünk, keresztbe rakjuk a lábunkat, és átfordulunk. Ugyanúgy emel az egyik láb, emel a másik láb, hajlítod a karjaidat, följössz, és megyünk vissza. Jó. Ha ez megvan, akkor egy kicsit maradunk ülésbe, oldalra emeljük a karjainkat, és körzünk előre. Méghozzá ezt olyan gyorsan, amilyen gyorsan megy, anélkül, hogy így mozdulna a törzsed. Jó, tehát csak a karok mozdognak, nincsen benne ilyen, mert elveszed a lehetőséget a karjaitól, hogy izmosodjanak azzal, hogy a törzseddel nem kontrollálod a mozdulatot. Utolsó gyakorlatunk pedig, hát ez már pihentető lesz, lent van a térd, és csak innen hátra, előre néznek az ujjak. Jó, tehát nagyon fontos, hogy amikor hajlítod a karodat, ha a... milyen ujj ez? Középső ujjadat meghosszabbítanád, arra megy mindig a könyököd. Tehát ha előre néz, ne told ki oldalra, ha befelé néz, akkor meg ne akard magad mellé. Mindig meghosszabbítod a középső ujjadat, és arra megy a könyököd tovább. És itt előre néznek az ujjak,
leviszed, följössz, megfogod a feneked, visszateszed. Másikat megfogod, visszateszed, mármint a másik oldalt. Jó, akkor kezdhetjük. Teljes hosszában. Hát most már nem állok föl. Lapocka lent, mellkas megnyitva, has behúzva. És akkor kezdjük. Tehát egy befele néznek itt. Bocsánat, ezt nem mondtam az elején, szóval befele néz, és oldalra a könyök, föl, elfordulsz, és le, föl. Másik oldal fog jönni, hajlik, föl, elfordulsz, és le, föl. És hajlik, föl, fordul le, föl. Hát igazából már most sem könnyű. És le, föl, utolsó pár, és föl. Jó, fordulunk az oldalunkra, lefekszünk, megfogod, lapockák együtt maradnak, és föl. Nem kell elkapkodni, inkább csináld helyesen, mint gyorsan. Én itt 10-szer tolom fel magam, de hogyha neked ebbe 7 fér bele, mert azt tudod precízen végrehajtani, akkor azzal sincsen semmi gond. Ha meg már sokszor csináltad és 12, akkor azt csinálj, annyit csinálj. Jó. Másik oldal jön. Megfogjuk a bordánkat, támaszkodsz, és föl, le. Én igazából már most is érzem a karomat, de amikor majd a második-harmadik sorozatot csinálod, akkor már egészen biztosan fogod érezni. Hármat, kettőt, és az utolsó. Jó. Visszafordulok ide. És akkor kezdjük hátul, tehát én fordított kéztámaszban. Kihúzod magad, egyik láb, másik láb, hajlít, nyújt, átfordulunk. Egyik, másik, előre néznek az ujjak, hajlik, nyújt, föl, föl, le, és föl. Emel, emel, hajlít, nyújt, föl, föl, hátra megy a könyök, és fordulunk, emel. Emel, hajlít, nyújt, emeled, emeled, behajlít, hátra megy, és fordulunk, emel, föl, és még egyszer, fordulunk, teljesen kitúrtam már a földet magam alól, hajlít, nyújt. Emel, emel, hajlít, jó, fordulunk a fenekünkre, jó, mutatom szemből, oldalra emeled a két karodat, kihúzod magad, oldalt a két kör és kör, 8, és hátra. Figyelj nagyon a testtartásodra. 6-ot. Jó, még egyszer, előre.
Hátra. Jó, mikor ülsz, mindig úgy ül, mintha innen egy mágnes húzna fölfele. Állásban, ülésben szintén ez van, ugyanúgy. Jó, utolsó gyakorlatunk. Erre. Előre néznek az ujjak, és hajlít, nyújt, popsi fog, vissza, másikkal, vissza, hajlít, nyújt, egyik, kihagytam a másik kezet, úgyhogy most a másik, lent, fönt, fogod, 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 milyen kemény, föl, egyik, másik, hajlít, nyújt. Lesz majd egy videó, ami direkt a popsira megy rá, úgyhogy akkor majd még keményebb lesz, mikor utána végzed ezt. Föl, egy, na még egyet, utolsó, le, fönt. Jó, na ezzel is megvagyunk. Remélem, hogy mindent megcsináltam. Én érzem a karjaimon, úgyhogy én nem is csináltam meg mindent, akkor is elég volt. Neked viszont van még hátra két köröd, ha csak nem ez volt az utolsó, vagy a negyedik, az már lehet az utolsó. Jó. Köszönöm szépen, hogy megint velem tornáztál, remélem ez a videó is tetszett, és hogyha tetszett, ne felejtsd el lájkolni, valamint feliratkozni a YouTube csatornámra és a Facebook oldalamra. Sziasztok!